Ezért volt szükség a valódi nemzeti alternatívára, a harmadik útra, és ez a harmadik út, ez a valódi nemzeti alternatíva nektek köszönhetően már bent is van a parlamentben, de nem állunk meg fél úton, és folyamatosan erősödünk. A közvéleménykutató cégek, amelyek egyébként rendre alulmértek minket a választások előtt is, már 10%-ra mérnek minket, tehát el lehet gondolni, hogy mekkora a valós támogatottságunk, de mint mondtam, nem állunk meg itt, és azt hiszem, hogy amilyen kemény idők elé nézünk, ez az ország, a magyar emberek, nem is tehetjük meg. Sőt, tovább megyek, még élesebben fogalmazok, egyenesen bűn lenne felétek, és a nemzet felé, hogyha mi a Mi Hazánk mozgalom, nem tennék meg mindent annak érdekében, hogy a dolgozó magyarokon segítsünk. Mert, és ezt is ki kell mondani, hogy mi vagyunk egyedül valódi népi alapokkal rendelkező mozgalom. Tehát mi ugyanabban a társadalomban élünk, mint ti. Nem zárt ajtók mögött alapítottuk a Mi Hazánk mozgalmat, hanem ahogy Torockai László is el szokta mondani, az ásotthalmi pusztán a magyar emberekkel. Éppen ezért tudunk szembeszállni azzal a politikai maffiával, amelyet csak politikai elitnek csúfolnak, hazai és nemzetközi szintéren is, amely lényegében a magyar nép ellen szövetkezett. Ebből kiindulva tehát üzenetünk teljesen nyílt és világos, és legfőképpen magyar értekű. Ne a magyarokkal akarják megfizettetni a mesterségesen kreált energiaválság árát. A kormány adóztassa meg a multikat, a globális nagyvállalatokat, a tech óriásokat, akik már a Covid őrület alatt is nyerészkedtek, és adóztassa meg a saját oligarcháit is. Mert, és ezt őszintén mondom nektek, jelenleg ez a mozgalom, a Mi Hazánk mozgalom, a magyarság egyetlen reménye, de csak akkor, hogyha összefogunk. Külön-külön nem fog menni. Viszont, hogyha a Mi Hazánk mozgalom a magyar emberekkel karöltve kivívja azt, ami a magyar embereknek jár, akkor tudunk elérni változást, egyébként ezt más helyettünk nem fogja megtenni, ezért küzdünk a parlamentben, ezért küzdünk az utcán, ezért fogunk küzdeni minden lehetséges fronton, mert ezt jegyezzük meg, a nemzeti ellenállás mi vagyunk, és azt a üzenetet vigyétek innen haza, hogy soha ne adjátok fel, mert együtt erősek vagyunk, de csak is együtt. Köszönöm fel a győzelemre!